Először ültek megválasztások óta a város képviselőtestületének tagjai a tárgyalóasztalok köré. Filoni Ferenci Baja polgármester az ülés elején kifejtette, reményei szerint a város érdekeit minden döntésében szem előtt tartó testület kezdi meg 5 éves munkáját. Azt gondolom, hogy már a bizottsági üléseken is megnyilvánult az a magatartás és az a hozzáállás a képviselőtestület részéről és valamennyi bizottsági tag részéről, hogy mindenki a városért szeretne dolgozni az elkövetkezendő 5 évben, és szerintem ez az első ülés összes napirendi pontjánál be is igazolódott, hiszen már ebben az elmúlt időszakban sem volt nagyon másképp, csak talán több heves vita volt, de nem minden ülésen vannak olyan napirendi pontok, amely heves vitákat vált ki. Összességében azt gondolom, és egy ülésből még azért nem lehet levonni messze menő következtetéseket, de bízom abban, hogy ez a testület valamennyi tagja az előterjesztéseket támogatva Bonyhádért fog dolgozni az elkövetkezendő 5 évben. Lejárt a megbízatása a Bonikon Kft. Ügyvezetőjének. Farkas Attila egyedüli pályázóként újra elnyerte a címet. Örülök annak, hogy Dr. Farkas Attila folytatja ezt a munkát. Nem könnyű ez a feladat, amit ő elvállalt, és örülök, hogy benyújtotta a pályázatát. Egyetlen személy volt, aki erre a posztra pályázott a kiírás folyamán, és az elkövetkezendő 5 évre, 2020. január 1-től őt nevezte ki most az önkormányzat újra ügyvezető igazgatónak. Nehéz helyzetben van, hiszen maga a Bonikom teljesen átalakult, olyan feladatok kerültek el tőle jogszabályi változásoknak következtében, amelyek egy erős céget segített fenntartani hosszú éveken vagy évtizedeken keresztül. Egy strukturális váltásra volt szükség az elmúlt 5 évben. Ez az átalakítás megtörtént, most már csak a feladatot kell maradéktalanul ellátniuk. Nem könnyű sem a dolgozó létszáma, sem az adott körülmények között, de bízom benne, hogy igazgató úr meg fog felelni ennek a követelménynek. Szó esett a város közvilágításának korszerűsítéséről. Filoni Ferenci Béla szerint az általános vélemény, hogy szükség volt a fejlesztésre, és az is egyértelmű, hogy a lehetőségekkel élve a rosszabbul megvilágított térségekben további lámpák felszerelésére lesz szükség. Ennek felmérése jelenleg is folyamatban van. Egy meglévő rendszert kellett lámpatestekkel cserélni, és ez soha nem hoz olyan eredményt, mint amikor újonnan tervezünk közvilágítást egy településen, vagy akár egy település részen. Hiszen ami most van megtervezve a mostani igények szerint, az egészen más képet mutat, mint amikor egy meglévő rendszert, meglévő oszlopokra új lámpatesteket helyezünk el. Ugye Bonyhádon egyébként akkor is modern volt, amikor az előző készült nátriumizós lámpatestek voltak a városban. Más jellegű, tehát nem lehet egy az egyből összehasonlítani a ledet a nátriumizókkal, teljesen más jellegű fényt is ad, lényegesen kedvezőbb az áramfogyasztása a ledeknek, ez alapvetően befolyásolta a korszerűsítésnek a lényegét és a fontosságát, hiszen abból a modernizálásból, amit most végrehajtottunk, a megtakarításból tudjuk ezt finanszírozni, tehát plusz forrást a városnak ehhez nem kell hozzátenni. Minden utcában adott a lámpaoszlopoknak a sűrűsége, a száma, a mennyisége, ott, ahol ezek eredetileg kellő sűrűséggel lettek kialakítva és megtervezve, ott a LED világítással kiváló szinte nappali fényt sugároznak. Szerintem az olyan utcában élők elégedettek a közvilágítás korszerűsítésével. Ott, ahol pedig ritkában vannak ezek a lámpaoszlopok, ott lehetőség van most arra, hogy meglévő közvilágításhoz tartozó oszlopokra még további lámpákat helyezzünk ki. Ennek a felmérése most zajlik a műszaki osztály segítségével. Maga a szerződés is úgy kötetett a kivitelezővel, hogy 100 lámpatestet pluszban még felszerel olyan helyszínekre, amit az önkormányzat kér. Hogy pontosan hol legyenek ezek a helyszínek, azt nem csak a műszaki osztály szakértelmével, hanem a lakosság jelzése alapján is figyelembevételével fogjuk megvalósítani. Zajlik ez a munka, amikor a legutolsó utca, legutolsó világítása is meg lett vizsgálva és felül lett vizsgálva, akkor fogjuk tudni ezt véghez vinni.